Olcsóban szeretnéd Ségó skineket hozzájutni, látogass el az rpgah.com-ra. Sziasztok emberek, én Pinkorizom vagyok, és a mai videóban játszani fogunk a Bloody Trapland 2-vel, mivel már lassan szerintem, sőt már több mint egy éve nem volt Rage Game a csatornán, és ezt pótolni kell. És hát nem is akarom tovább húzni az időt, ha esetleg szeretnétek még ebből a játékból folytatást, akkor azt jelezitek like-kal. Nézzük! Kicsit lagos a karakter, vagy csak a játék laggol? Mindegy. Oké. Dick. Na most miért így ugrik? Na mindegy. Erre. Ennyi, erről van nagyban szó. Második pálya. Ezt csinálja ott a kis pirányá. Oké, ez még chillelős pálya lesz, a nagyon érzésem. Ott egy pénz bal oldalt, ezt megnézzük, jó? Nem ez egy kicsit nagy ugrás nekünk? De. Valószínűleg nem lehet átugrani, de megpróbáljuk még egyszer. Jó. Oké. De oda át lehet ugrani emberek, csak egy iszonyatosan nagyot kell ugrani. Szépen mondva. Csúnya mondva, kurva nagyot kell ugrani. Nem lehet. Nekem most az nincs kedvem, nem tudom mit csinál az a pénz, de én tovább akarok menni. Kész. Ó, tüske, várjatok, ez ki kell. Hopp, így. Arra nem ugrunk rá többször, nagyon érzésem. Mondom, nem ugrunk rá többször. Pandi, te mit csinálsz? Hogy nézzük a pandit. Csá, Pandi. Szup. Ne! Hova tűnt? What the fuck? Pandi! Nem áll. De váltok, ez a gomb, ez nem nyitja ki neki ott, az nem nyitja ki. Hova vagy ott a drága Pandi? Hú, ha váltok, a tüske van. Easy win, gyerekek, de most mi van Pandival? What the fuck? Hát jó. Ez egy örök rejtély marad, hogy velem illet. Úristen, ez már ránézés nagyon komplikált pálya, emberek, ez nem lesz jó. Ez a controller rezgés kurva idegesítő. Nyugodjatok meg, ez a pálya azt hiszem már... Ez már az a pálya, amit vártatok, de... Nyugodom. Bemelegítünk, jó? Bemelegítünk. Erre nincs csak a bemelegítés. Oké, hát most megesik ember, megesik. Neki mentünk. Ok, nyugi. Oké. Várjátok, mi van? What? Ott egy gomb fent, az mit csinál? Az valószínűleg kinyitja ezt az ajtót. Vagy kis csapóajtót. Ugor már fel, tesz... Fú! Te kis... Akkor ne, váljátok. Megvan. Így. Jó, van időnk lemenni. Easy win, gyerekek! Easy win! Hány halálunk volt? 1, 2, 3, 4, 5, sok. Oké, ötös pálya következik, ez amúgy egyszerű, csak ne szóljam el magamat, nem? Ez lehet kár volt amúgy, semmi gond. What the fuck? Villámlik, beszarsz. Mi? Ennyi? Oké. Le? Igen, ott csúszni kell a falon, oké, ez jó meglátás volt. Balázs, okos vagy! Vicceltem. Látok. Nyugi. Nem szabad idegeskedni, ezt át kell... Oké. Át kell érezni amúgy ezt a részt ott. Milyen hangja van? Hogy folyik le a vér? Mint a Niagara. Jó? Fent vagyunk. Garém. Hogy csúszni kell. Gyönyörű! Jó, hogy tüskével kell... Ezt a játékse gondoltak amúgy, ugye? Várjatok. Jogi, nyugodom. Még nem vagyok abban az ideg állapotban, hogy káromkodjak, de majd biztos leszek olyanban is egy idő után. Ez még egy kis chillelős rész. Ó, hát ezt már érzem nagyon. Na, ugo...
Ohoho! Mint a mókus úgy ugrálunk ezt. Itt nem is kell ugrani, most jövök rá, csak simán le kell csúszni. De hogy tudok egyenesen a szarba beleugrani? Valaki márulja már el nekem. Ó, Istenem. Oké, okay, ó, tehát nagyon megy amúgy tényleg. Ó, de az hogy? Hogy a picsában nincs meg az a... De az hogy kéne? Amikor már ott van fent? Vagy amikor... Vagy most? Ha most kéne, csak okosba. De nem okos vagyok, mert k***a hülye vagyok. Fürgén, okosan, gyorsan kell csinálni. Igen, ide? Az ott kilő valamit? Azt tudja kilő valamit. Nem lő ki semmit, hála jó Istennek. Nem, bemenjünk már be. Na. Na, ez az első pálya, ami megfogott engem. Nem is halltunk meg olyan sokszor. Annyira. Sokszor. Hatos pályán megyek, már a hatos pálya. Mennyire gyorsan megy az idő, nem? Csak a piranya. Piranya Traunus Sex Trex Rex, mi? Most se tudom már mit beszélek. Ó, annyi tüske van, hogy ezt átgondolni nincs időm, várjál. Ott vagyok fent, ott egy tüske, ott egy... Hol gólja? Hol az anyám lába nincs tüske? Mi van? Arra, aki szarra kéne leugorjak? Hát arra nem lehet! What? What the fuck? Itt len lehet lenni? Mi nem fulladunk meg? Why the fuck are we don't fulladunk meg? Ott valami elfordultam, úgy azt láttam. Azt éreztem. Ó, hogy az... Jó van, jó, aranyos, aranyos. De már nagyjából vágom, mi a pénisz van, ez ide leugrunk. De megint beledőlök abba a hibába, édes Istenem, mi a... Ágod, most haltam meg előbb ott, és megint. Teljesen elfelejtettem. Ennyi. Ennyi emberek. Mit akartok? Ennyi. Hetes pálya következik. Köszönöm szépen. Let's go, bitch! Nyomjuk. Mi van? A hadigszel tudunk csúszni. Remek. Akkor még nem csúszol, hm? Hadigszel tudom, már nem ad miért, tudod. Nem akarok beleszólni. Hogy lehetek ilyen szerencsétlen, hogy ki árulja már el nekem. De miért ugrok, amikor nem is kell ugrani? Ezt valaki mondja már meg nekem. Már ha én nem tudom, akkor ti se tudjátok, nem? De miért nem csúszol? Édes Istenem! Jó, ez vicces volt, ez nem volt idegesítő, ez vicces volt. Itt kell nyomni a csúszást ahhoz, hogy odaig elérjek. Beautiful. Jó, hogy ez egyre lejjebb is lejjebb jön, hogy rohadna meg. Jó, értem. Le? Még lejjebb? És teljesen fel. Easy! Easy, easy. Te kis... Csúsz már! Hogy észrevettem, gyerekek? Az a Cségó reflex, amúgy ezt úgy hívom. Nagyos pálya, 8-9? 8. Jó van. Ez easy, amúgy nyugodlom, gyerekek. Easy. Megoldjuk. Az ott tüske? Tüske hát. Oh! Anyát! Ez szopat.
Mikor ugrik ez? Hány másodpercenként? Nem ugrik fel, nem ugrik fel ez a paraszt. Na, akkor csinálom így. Lehet így csinálni? De hogy ne lehetne? Akkor meg odáig ugrik fel ez a köcsög. Oké, megvan, amúgy ne idegesíts fel. Ez hogy lehetséges? Hát úgy nyomom az át, hogy füstöl az ujjam, na végre. De miért vagyok suta? Miért vagyok sekhülye emberek? Valaki írja már meg kommentbe. Jó, ennél szerintem inkább maradok ennél. Pontnál az valahogy, nekem jobban tetszik. Édes Isten, ugor már fel. Hát nem létezik. De miért? Miért nem lehet double jumpolni? Itt simán, ja itt se lehet. Miért hiszem azt, hogy ebben a játékban lehetne double jumpolni? Hadd ne idegesíts már fel. Jó. Így nyomom, érted? Így nyomom. De ez mi alapján van? Úgy, mint a B-hop, ki kell ritmuskodni. Azt a szót, figyelted? Mi a francot kell itt csinálni? De nem is kell ugorjak, anélkül is meghalok. Kiégek komolyan. De végre sikerült a felugor... Nem szabad idegesnek lenni amúgy, ezt észrevettem. Akkor rohadj meg. Kérlek szépen, ugor már fel oda. Osz! Figyelted! Na vártok, itt most nem le kell nyugodni. Nagyon el fogunk kúrni. Van egy tüske. Az úgy nem lő, az csak úgy ott van. Az nem szabad, hogy lőjön, ugye? Oh! Ez a gravitációt meghazudtoló csúszási sebesség volt, csak szólok. Amint zuhanási. Hülye csicska. Na. Csúszi! De ha csúszok, akkor csúsz is, te kutya! Oké. Rohadt jó. Kabum! Bitch! Easy! Sima ügy volt. Azt kell mondjam, hogy sima ügy volt. Wall of Death. Itt fel. Itt erre. Itt erre. Ó, nem arra, várjál. Most. Igen, na várj, ez nekem egyik túl egyszerű, tudja lesz valami kabaré. Jó, mi az a tüske ott lent? Ott le kell guggolni. Guggolni, hasalni. De olyan delay-jel hasal le el a szar, hogy nem igaz. Áááá, kapja a picsákat! Nem kapta el. Igen. Nem akarsz felugrani? Nem? Nem, nincs keze. De van, csak egy szar vagyok. Gyere már. Gyere, miért? Elkapjuk. Jó, sikerült. Gárjém. Most. Csuszi! Már rég megállok, de ő még tovább csúszik. Mert egy delay-e szar! Akkor miért van ott tüske? Jó, hát nyilván azért, mert az úgy izgalmas, még minden értem én csak, hogy... Itt hova ugorjak? Ott tüske van, ott nem lehet átugrani. Csúszik, hülye vagy Balázs? Nem is nyomtam a jobbra nyilat, te kutya! Jó. Nem is nyilat, kurzort.
Ha jó van emberek, ennyi lett volna az a videó, hogyha szeretnétek folytatást, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Én Pinkhorizon voltam, sziasztok!